Jó napot kívánok! Rádi néni, mérünk egy vérnyomást, jó? Hogy tetszik lenni? A vérnyomásmérés napi rutin feladata Nyíregyházi Szent Katalin szeretett otthonban. Az alapítványi intézetben közel 100 idős ember él, a legtöbbjük 64 év feletti. Nyíregyházáról és közvetlen környékéről kerülnek be az otthonba. Az utóbbi években több magán, alapítványi és egyházi fenntartású idős otthon nyílt. Folyamatosan növekszik ugyanis a nyugdíjasok száma. Ez a megye korszerkezetéből adódik. A 64 évesnél idősebb lakosság lélek száma az meghaladta 82 ezret, és folyamatosan bővül, 2001 és 2014 között 6000-rel lett több. Ugyanezen időszak alatt az aktív korúak, vagyis a 15-64 éveseknek a száma mérséklődik. Ez azt is jelenti, hogy egyre több eltartott jut az aktív korúakra. Jelenleg 115000 forint az átlag nyugdíj. A magyar társadalomban nem jellemző az öngondoskodás. Az alacsony nyugdíjból élő idősekről gyerekeik gondoskodnak, ha tehetik. A mi intézményünkben az egy, illetve két ágyas elhelyezésért egyszerű belépési díjat kell fizetni. A három ágyas elhelyezés díjtalan, tehát mi nem kérünk ezért belépési hozzájárulást. A személytérítési díj, amit a törvény előír, a nyugdíjuknak a 80%-a terhelhető ilyen formában, tehát végül is ez adja meg azt, amit elvehetünk az idősektől. Amennyiben ez nem éri el azt a minimum szintet, amit az intézmény előír, akkor a hozzátartozónak vállalni kell a kiegészítését. Az alaptörvény 16. cikkében az szerepel, hogy a nagykorú gyerekek kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről. A szülőtartás részletes szabályait a polgári törvénykönyv rendezi. Szerint a szülőtartásra a rokontartás általános szabályai vonatkoznak. Az alaptörvénybe kívánja ezt a jogalkotó beemelni, és történetesen a megtérítési részét, mert hiszen az alaptörvényben eddig is benne volt a gyermeknek, a szülővel, a szülőnek a gyermekkel szembeni kötelezettsége, egészen a tanítatás kötelezettségéig, iskoláztatás kötelezettségéig, de az, hogy ha egy szülő nem képes magát eltartani, vagy egészen, vagy részben, hogy ennek a finanszírozása, kinek a kötelezettsége, kivel szemben érvényesíthet igényt, az nem volt benne eddig az alaptörvényben, és én úgy tudom, hogy erre irányuló törekvések vannak. A szülőkről való gondoskodás etikai kérdés, a jogi gyakorlatban elenyésző a szülőtartással összefüggő polgári perek száma.